Sziasztok, Aranyosi Péter vagyok, hivatásos asztali tenisz edző és játékos. A Pingpong közösségi oldalon keresztül szeretnék nektek segítséget nyújtani, játékerősségetek nevelésében és a technikai tudásotok javításában. A második leckében a rövid szemcsével fogunk foglalkozni. Bemutatjuk előnyeit és hátrányait, illetve az effektusokat, amivel a használójának és az ellene játszónak számolnia kell. Itt azt láthatjuk, hogy a szemcsés játékos belekeveredik egy visszapörgetésbe, tenyeres oldalra keresztben, és leváltják egyenesen a fonákjára. Hogyha a pörgetéssel elkezdjük a point, az tenyeres oldalas pörgetéssel tudjuk folytatni, de hogyha fonákkal ütünk labdába, onnan kontrázni tudunk maximum. Kivétel az, hogyha az ember jól forgatja az ütőt, és fonákkal ugyanúgy szoftal rá tud húzni. Nyílt labdamenetben a szemcse hátrány olyanokkal szemben, akik mindkét oldalról biztosan és kreatívan pörgetnek. Ha valaki egy kicsit is érzi a szemcse elleni játékot, azért hamarabb megtalálja a gyenge pontokat. Itt például azt láthatjuk, hogy a szemcsés játékosra rá van nyesve a labda. Ő felemeli, ugye pörgetni nem tudja, mert szemcsével nem tudunk olyan effektus produkálni. Felemeli a labdát, vagy próbálja átpörgetni, és kap rá egy befejező lepörgetést.